Önök továbbra is az egyenlítőt látják, és a téma felvezetés ugye korábban arról szólt, hogy a budapesti autósok körülbelül egyharmada jellemzően éppen azért mozog a városban, mert parkolóhelyet keres. Ezen a problémán pedig egy magyar fejlesztés tudna, vagy akár tud is most már segíteni, parkolóhelyet találni, illetve parkolóhelyet fenntartani, hiszen ez is azt hiszem legalább ennyire fontos probléma. A vendég Kozma Tamás, a Sparkon Solutions üzletági igazgatója, erről beszélgettünk, de természetesen folytatjuk mindezt. Mielőtt folytatnánk, hiszen hasonló témáról szólt a Live TV Digitális Világ című műsora, egy rövid bejátszás következik ebből az adásból. A nagyvárosok parkolási anomáliájának megoldására szolgál ez a magyar fejlesztésű Sparkon szenzor, amit itt láthatunk. Ez a szénszálas erősítésű, rendkívül könnyen telepíthető szenzor szolgál arra, hogy megszemélyesítse a parkolóhelyet, hogy valós időben minden felhasználó láthassa, hogy üres vagy foglalt-e a parkolóhely. Ha valaki autóval ezen szenzor fölé parkol, akkor egyrészről egy kis mágneses érzékelő segítségével megállapítjuk, hogy milyen típusú autó áll rajta, illetve a benne lévő kis bluetoothos eszköz segítségével összekapcsoljuk a felhasználónak a mobiltelefonja révén magával a felhasználóval, és így lehetőségünk nyílik autentikálni a felhasználót, és rengeteg felhasználási területet kinyitni. De talán a legegyszerűbb az lenne, hogyha meg is mutatnám életben, hogy ez hogy működik. Itt van egy mindenki számára ismert mobil applikáció, aminek a segítségével navigációs szoftvert alkalmazva megtekinthetjük, hogy hol áll rendelkezésre szabad, illetve foglalt parkolóhely. Ez egy valós státuszt mutat be. Rendkívül egyszerű a felhasználó felület. Itt tudjuk kiválasztani, hogy melyik parkolóhelyre szeretnénk állni. Kiválasztjuk az adott programot, és rögtön oda is navigálunk, ez egy rendkívül gyors navigáció lesz, hiszen itt állunk a közelben. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen szenzor fölé állunk. Nézzétek, beparkoltunk és át is váltott pirosra. A helyi távolsági közösségi közlekedési rendszerben, ha nem is feltétlenül csak Budapesten, de megjelenik ugye a bicikli. A biciklinek egyébként méltán büszkék lehetünk rá, hogy Budapesten a Bubi az egyik, a Európa egyik legnagyobb ilyen installációja, és hála Istennek vidéken is megjelentek már ezek a fajta szolgáltatások, és hát a szolgáltatásra igény. A Live TV Digitális Világ című műsorának egy adás részletét látták, amely hasonló témáról szól, de én szeretném folytatni mindenképpen Kozma Tamással, a Sparkon Solutions üzletági igazgatójával. Ugye ott tartottunk, hogy bemutattuk ezeket a kis, hogy hívják ti? Szenzor. Szenzorokat. Én műanyag izének hívom, de valójában ezek valóban szenzorok, amelyek ugye azt látják, vagy láttatják az üzemeltetőkkel, hogy elfoglalják-e a különböző gépkocsi típusok azt a bizonyos parkolóhelyet, vagy nem. És azt is mondtad, hogy a különböző gépkocsi típusokat is, tehát hogy dízel, vagy elektromos, vagy benzines meghajtású autóról van szó, hogy azt foglalja el. Ez miért fontos? Ez az elektromos helyek, töltőhelyek figyelésénél fontos. Ugye nagyon sokan szabálytalanul parkolnak az elektromos töltőhelyeken, hiszen még nem annyira elterjedt az elektromos autó, hogy minden töltőhelyen álljanak. Ezért jellemzően sok autós, bocsánat a kifejezésért, de oda pofátlankodik az elektromos töltőhelyre. Ez pontosan így van, igen, ezt én is jó magam is látom, tapasztalom. És a mi rendszerünk ugye alkalmas arra, hogy azonosítsa, hogy a szenzor fölött elektromos autó áll le, illetve ami még nagyon fontos, arra is alkalmas, hogy azonosítsa, hogy az tölt-e az az autó. Mert hogy? Hiszen az elektromos töltőhelyen való várakozás, az a töltés idejére engedélyezett. Aha, és ez amit tovább. Nem elektromos autó tulajdonos egyelőre, csak lesek és figyelem. Mi van akkor, hogyha ezek ugye bizonyos parkolóhelyeken vannak? Igen. Elsősorban egyébként ugye a fedett parkolókon állnak szabályosan az autók, de tegyük föl, hogy le vannak rakva ezek a szenzorok a különböző helyekre, és az autók össze-vissza állnak. Tehát nem fedik le pontosan a szenzornak a területét. Ezt ilyenkor hogyan érzékeli? Érzékeli a rendszer, hiszen másképp törik meg a mágneses tér, mint ahogy normál esetben meg kéne törnie, úgymond.
nagyon sokáig teszteltük ezt a funkciót, ha két parkoló szenzor közé áll valaki, ha teherautó áll közé, tehát ezt lehet méretezni, ezt a mágneses teret. Tehát ő igazából egy teret figyel. Így van. Nem és az, hogy fölötte ki van, ugye? Nem, a mágneses tér változását figyeli a szenzor folyamatosan, illetve Bluetooth-on keresztül azonosítja a felhasználót. Segíts nekem, én fizika 3-as voltam, minden autónak van egy mágneses tere, így van. És ő azt figyeli igazából, ugye? Így van. Aha, és akkor ez alapján ő azt is meg tudja állapítani, mekkora autóról van szó? Tulajdonképpen igen. Tehát padlólemez szintű azonosításra képes. Tehát arra nem képes megállapítani, hogy márka szerint megmondja, hogy milyen autóról van szó? Ez azért nehéz, mert bizonyos autógyártók ugyanazt a padlólemezt használják. Ez való igaz, ez ha innentől pedig kényes lehet, jó. Viszont azt is jelezted már ugye, hogy azokat képes azonosítani, akik esetleg bejelentkeztek már applikációval, vagy tokennel. Tehát azoknak külön tudja, hogy melyik az ő gépkocsijuk? Így van. Tehát ott be kell regisztrálni az applikáción belül az adott gépkocsit. Aha, és akik nincsenek bejelentkezve, akik nincsenek az applikációban, nincsen tokenjük, azoknak csak azt tudja, hogy ez egy Volt, egy gépkocsi. Így van. Elektromos, vagy dízel, vagy benzines. De abban az esetben csak a parkolási eseményt érzékeljük, és ugye jelenítjük meg valós időben az üzemeltetőnek. Említettem a felvezetőben, hogy a taxisok megint csak jól járhatnak ennek a szenzornak a használatával. Igen, elkezdődött az együttműködés mind a Budapest közúttal, mind pedig a taxisokkal, és tervbe van véve, hogy a taxidrosztokat elkezdjük ezekkel a szenzorokkal ellátni. Ez miért fontos, vagy miért jó? Jelenleg sem a taxis nem látja, hogy kiáll a taxidroszton, sem pedig az üzemeltető nem látja, hogy kiáll ott ezen a taxidroszton, illetve egy vendég, azaz egy taxira váró vendég sem tudja, hogy áll-e valaki egyáltalán ahhoz a legközelebb taxidroszton. Miért fontos a taxitársaságnak, hogy tudja, hogy kiáll a droszton? Ez több szempontból fontos, ugye droszdíjat fizetnek a taxisok. Ja, hogy a kakukktojást akarják kiszűrni. Így van, a kakukktojást ezzel ki lehet szűrni, illetve hát pontosan azonosítható, hogy ott jogosult személy áll-e, vagy nem jogosult személy áll. Miért jó ez a vendégnek? A vendégnek azért jó, mert ő látja a taxidrosztok státuszát egy külön applikáción keresztül, hogy az ő hozzá legközelebb eső taxidroszton hány taxi áll. Ezt ugye jelenleg nem látja senki. Uh-huh. És miért jó a taxisnak? A taxisnak azért jó, mert tudja, hogy oda menjen-e arra az adott drosztra, vagy sem. Tehát amennyiben minden droszt hely foglalt, úgy nincs értelme oda mennie, mert nem fog tudni megállni. Beszéltünk itt ugye arról, hogy miért jó az autósoknak, miért jó a taxisoknak, miért jó egy városnak, hogyha ilyenekkel fedik le mondjuk bizonyos parkolóhelyeit. Tehát most szakadjunk el ugye a különböző gazdasági társaságoktól, vagy különböző üzemeltetőktől. Itt most egy nagyobb üzemeltetőt nézünk, egy várost. Hát a város a legnagyobb parkolóhely üzemeltető, lényegesen nagyobb, mint a kereskedelmi egységek. Azonban kereskedelmi funkciót lát el a város is, hiszen bevétele keletkezik ezekből a parkolásokból. És mind a parkolóhelyek kihasználtsága, mind a forgalom csökkentése az egy elementáris szempont lehet egy város számára, és valóban elengedhetetlen a valós idejű gazdálkodás a parkolóhelyekkel. Tehát, ha egy város mondjuk ilyeneket rak le, akkor meg tudja tervezni esetleg azt, hogy melyek azok az időpontok, és melyek azok a helyek, ahol esetleg a parkolást sűríteni lehet, esetleg új parkolóhelyeket kell létesíteni. Igen, ebből egyértelműen kiderül, hogy melyek azok a zónák, amik túlterheltek, melyek, amik kevésbé terheltek, skálázhatóvá válnak ezáltal a parkolódíjak, akár kihasználtság alapon is. Ez már persze nagyon jövőben mutató. Ez már egy kicsit a jövőben mutat, igen, és azt hiszem, hogy sokakat gondolkodásra késztetett, legalábbis ebben a szempontból. Tehát ha úgy tetszik, akkor a város is ugye egy nagy üzemeltető, ő is pontosan ez alapján ki tudja használni azt, hogy mennyi autó tud. Igen, és jelenleg valós képet a parkolók kihasználtságáról nem kap a város. Tehát ugye analóg módon működik most a parkolás, a legdigitálisabb benne, úgymond az az SMS alapú parkolás, ami egyébként most sem működött, ahogy idejöttem. Tehát a város nem lát egyébként konkrét statisztikai adatokat a parkolók
igénybevételéről. Igen, csak hogy a városok oldaláról nézzük, azért ez egy befektetés, és én azt gondolom, hogy nem kis befektetés, vagy rosszul gondolom? Minden relatív, tehát itt egy megtérülési időt kell számolni, a mi modelljeink alapján ez egy aránylag gyorsan megtérülő befektetés. Hát gondoljunk csak arra, hogy elég célzottan a parkolóőröket a parkolóhelyekre irányítani, nem kell egész nap menniük, cirkulálni az üres köröket futni, hanem adott esetben egy mobiltelefon vagy egy tablet segítségével rálát a saját teljes körzetére. Tehát ha úgy tetszik, például ez alapján akkor a jövő parkolás, illetve a jövő parkolás megfigyelése is úgy néz ki, hogy általában például egy parkoló is akár tablettel közlekedhet a városban, és figyelheti azt, hogy ezek a szenzorok miket jeleznek? Így van, így van. Illetve még nagyon fontos szempont, egy önkormányzati szempont, amikor egy önkormányzati váróban van ilyen projektünk, egyébként le van telepítve a szenzor, ami azért épült parkoló, hogy az önkormányzati ügyeket ott intézni lehessen. Azonban a környékben lakóknak megtetszik, hogy ez a szép parkolóhely, mert be van kamerázva, elegáns, le van tisztítva az útfelület, és ők ezt P+R parkolónak használják, vagy állandó parkolásra. És alapvetően nem erre lett építve a rendszer, tehát az önkormányzat számára ez egy szankcionálásban segítő eszköz, hiszen egyértelműen bizonyítható, hogy az adott parkolóhelyen ki mióta parkolott. Tehát amennyiben 2 órára van lehetősége ott ingyenesen megállni, és 3 napja állott, akkor elég könnyen tud szankcionálni. Ezt azt hiszem leginkább majd a különböző ilyen szupermarketek tudják kihasználni, ugye, akik eleve azt mondják, hogy állj be addig, ameddig vásárolsz, és utána menj tovább. Igen, ez a típusú terjeszkedés is tervbe van véve, igen. Hát ennek nem mindenki fog ám örülni. Valahogyan ezt muszáj szabályozni, hiszen itt a vásárló számára a parkolóhely biztosítása az elsődleges szempont, és ez az adott hipernek is az érdeke, hogy a vásárló ott meg tudjon állni, hiszen azért megy oda, hogy ott vásároljon. Itt ugye beszéltünk arról, hogy milyen előnyei vannak a különböző üzemeltetőknek, és elkezdtünk már azért beszélni, hogy milyen előnye van az egyszeri autósnak. Megpróbáljuk így adás vége felé összegezni, hogyha én, mint a mezei applikáció vagy token felhasználó, akkor milyen előnyöket tapasztalhatok, hogyha teszem azt, ezekkel az érzékelőkkel, szenzorokkal van felszerelve egy parkolóhely, parkolóház, vagy éppen egy mezei utcai parkoló? Hát abban a desztinációban, ahova mész, tehát a célba, ahova mész, rögtön előre tudsz tájékozódni a szabad parkolóhelyek számáról, elérhetőségeiről. Ha oda navigál az applikációnk az adott szabad parkolóhelyhez, amennyiben az már nem szabad, akkor ott rögtön látod a környékben elérhető összes szabad parkolóhelyet. Az applikáción keresztül az összes lehetséges fizetési rendszerrel tudsz a parkolásodért fizetni, tehát nem kell az aprót keresned, nem kell az automatát keresned, nem kell az SMS parkolásra várnod, amennyiben nem működik, és gyakorlatilag egy őrzött közterületi parkolást tudunk ezáltal a rendszer által biztosítani. Amennyire tudom, Budaörsön már működik ez a rendszer. Igen, a Budaörsi Önkormányzati Parkoló, ez az, amire korábban utaltam. Ott vezettük be úgymond az éles tesztet, ott próbáltuk ki a hóekét és a különböző időjárási viszontagságokat, és jól vizsgázott a rendszer, meg vannak. Ez lett volna a kérdésem, hogy milyen tapasztalatokat szűrtetek le, mi az, amit lehet még igazítani, vagy már meg is tettétek? Hát nagyon meglepődtek az önkormányzatnál azzal kapcsolatban, hogy valóban nem önkormányzati parkolóként használják a parkolót, hanem valaki lerak oda egy kis teherautót, leszereli a rendszámot, majd 3 hónap múlva érte megy. Ezek a parkolók nem ilyen céllal létesültek. Tehát magyarul jobb kihasználtságot el tudtátok érni akkor. Így van. És a szankcionálás is úgy gondolom, hogy hamarosan bevezetésre kerül. Lehetőség lesz-e, és tudom, hogy már elmondtad, hogy egy parkolóház esetében ez hogy működik, de lehetőség lesz egyszer arra esetleg, hogy az ember előre belője egy utcai parkolónak a lefoglalását. Tehát ezt most csúnyán fogalmaztam, de gondolom érthetően. Érthető. A mi rendszerünk képes ezt megvalósítani, itt már az adott autóson múlik, hogy milyen parkolási kultúrával rendelkezik. Beszéltünk ugye már arról, hogy vajon megéri az önkormányzatoknak, de vajon egy egyszerű mezei háznak, ahol én is lakom, ott is ugye ki vannak osztva ezek a parkolóhelyek, egyelőre ilyen kis fém rudakkal próbálják az emberek a saját territóriumukat védeni. Na ott ezt hogy lehet megvalósítani, és egyáltalán annak megéri-e?
Hát kérdés, hogy annak megéri-e, azért jellemzően túl sok parkolóhelyen nem rendelkezik egy társaság. Hát ez ugye a probléma, igen. Ez, amit ugye sokan próbálnak kihasználni. Minél jobban elterjed egyébként a rendszerünk, szerintem arányaiban annál olcsóbbá válik. Tehát elképzelhető, hogy egy utolsó lépésként a társasházakat is érdemes szenzorokkal felszerelni, és akkor nincs ez a küzdelem, hogy ki mikor és milyen parkolóhelyre állt. Gondoltatok egyébként a kisebb közösségekre, lásd lakóházakra? Felmerült ennek is az igénye, itt a kiépítés költségét kell mérlegelni, hogy arányban van-e a társasházaknak a költségvetésével. Ha ajánlani kéne, akkor melyik az a rész, akinek ajánlanád, vagy ki az a, akinek igazából mernéd ajánlani jelen pillanatban, a jelenlegi applikációkkal, a jelenlegi kiépítés szerint? Hát mindenképpen elsődlegesen az elektromos töltőhelyek figyelése, a mozgáskorlátozott helyeknek a figyelése, az önkormányzati parkolóknak a figyelése, illetve a kereskedelmi egységeknek, bevásárlóközpontoknak, irodaházaknak. Ahhoz, hogy az utcai, tehát az on-street klasszikus parkolással elterjedjen, ahhoz még el kell tennie egy kis időnek, de úgy gondolom, hogyha bizonyítunk ezekben az említett szegmensekben, akkor az is be fog következni. Akkor nézzünk egy picit jövőbe. Te mennyi időt gondolsz, hogy ez el tudjon terjedni? Én úgy gondolom, hogy egy-két éven belül ennek jelentősége. Optimista vagy, nem? Optimista vagyok, de ha megnézzük a technológiának a fejlődését, akkor nagyon gyorsan, ugrásszerűen növekszik minden. Tehát merészen azt mondod, hogy először majd a különböző kereskedelmi egységek fogják ezt megrendelni, és az ő sikerükön felbuzdulva esetleg az önkormányzatok is el fognak gondolkodni? Igen, és akár kisebb önkormányzatok. Az említett projektünk Bulgáriában például nem a főváros, hanem egy kisebb önkormányzat, de ők meglátták a lehetőséget ebben. Azt hogy kérdezem meg, hogy miért éppen Bulgária? A rendszerünk alkalmas arra, hogy sokkal nagyobb árbevételt érjenek el a jelenleginél, hiszen ott sem megfelelően gazdálkodik az önkormányzat a parkolóhelyekkel, nem volt tisztában a parkolóhelyek pontos számával, illetve ott erős korlátozás van arra vonatkozóan, hogy a közterületi parkolást hogyan lehet fizetni. Tehát ott két SMS-sel lehet összesen naponta fizetni, ergo két óra díj megfizetése mellett 8 órát parkol valaki egy adott helyen. Hát a mi rendszerünk ezt kiváltja, és akkor a általad kérdezett megtérülés már egészen más számokat mutat. Ez kétségtelen, és azt hiszem egyébként ez egy jó rendszer is. Mi van azokkal a sporteseményekkel, amelyek abszolút időlegesek? Gondolok például egy stadion körül, ahol esetleg a futballmeccsen leáll majd 800, 1000, 1500, akár több autó, utána viszont teljesen kihasználatlan. Őnekik megéri a rendszer? Nekik abszolút megéri a rendszer, hiszen ezek a stadionok jellemzően központi helyen vannak, akár itt Budapesten is, tehát simán tudnának parkolóházként üzemelni a stadionokhoz épített parkolók, ugyanúgy, mint bármilyen kereskedelmi egységben, ezt akár egy P+R parkolóként is lehetne kezelni. Na most gonosz kérdés következik, és elnézést kérek tőle. De miben látod még azt, amiben fejlődni kell, vagy ami esetleg a közeli jövőben még problémát jelenthet? Cégünk szempontjából, vagy pedig általánosan? Maradjunk egyelőre a fejlesztésnél. Próbáljuk felmérni az összes olyan valós piaci igényt, amiben ezt a szenzoros hálózatot, illetve a Sparkor rendszerét használni lehet. És úgy gondolom, hogy minden kihívásnak próbálunk megfelelni. Ez nyilván idő, fejlesztés. Hát nyilván most, ahogy egyre több helyen lehet majd találkozni ilyennel, most jönnek a valós piaci igények, ugye? Most jönnek a valós piaci igények, illetve az, amik hagy büszkélkedjek el, hogy a Zalazón területén is le van telepítve a rendszerünk, és elég jövőben mutató elképzelés, de megvalósítható az, hogy az önvezető autók maguktól rátaláljanak az üres parkolóhelyre. A Zalazón, ugye ez a híres zalai pálya, ahol mindent mostanában kipróbálnak. Így van, ez az önvezető autóknak Európában egyedülálló tesztpályája. És ezt hogy fogja megtalálni egy önvezető autó? Vagy kapcsolatba lép a szenzorral? Nem is a szenzorral, hanem a mi központi rendszerünkkel, az úgynevezett backend rendszerünkkel, ami egy felhőben fut egyébként, ha már műszaki síkra tereltük a dolgot, és a két rendszer kommunikál egymással, tehát átadja a koordinátáit, a szabad parkolóhely koordinátáit az önvezető autó számára. Óriási.
Hát akkor most megint húztunk egy strigulát, megint húztunk egy pipát, ugye egy újabb dolog, amire egyébként kitűnő ez a szenzor. Jó, hát én tényleg csak annyit tudok mondani, hogy kívánom, hogy minél több helyen felbukkanjon ez a szenzor. Én kívánom nektek is, mint magyar cég, további nagyon sok sikert. Köszönjük szépen. És kívánom azt is, hogy olyan autóink legyenek, akik önmaguktól hamarosan be tudnak állni, és ez a szenzor, illetve a mögötte álló tudás segíteni tudja mindezt. Köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm Kozma Tamásnak, a Sparkon Solutions üzletág igazgatójának, és önöknek is köszönöm szépen a figyelmet, remélem holnap is velünk tartanak. Viszontlátásra!